Sziasztok! A mai az egy kérdezfelelek videó lesz. Néhány nappal ezelőtt Insta Story-ban írtam nektek, hogy szeretnék egy ilyen kérdezfelelek videót csinálni, mert már régen volt, és hogy küldjetek nekem kérdéseket ehhez, és majd itt YouTube-on fogom ezeket megválaszolni ebben a videóban, amit most láthattok. Igen, ugyanaz a smink és ruha van rajtam, mint az előző videómban. Ennek az az oka, hogy egymás után veszem fel a két videót. Akit ez zavar, attól elnézést kérek, annak javaslom, hogy zárja be ezt a videót, és keressen egy másikat. Aki viszont kíváncsi rá, hogy milyen kérdések érkeztek hozzám, és mik a válaszaim ezekre a kérdésekre, az mindenféleképpen tartson velem, remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. Na és akkor nézzük a kérdéseket. Az első kérdés Csillától érkezett, aki azt kérdezi, hogy készülök-e már az ünnepekre. Nem. Szóval, hogy egyáltalán nincs nekem még szeptemberben ünnepi hangulatom semmilyen szinten. Én szerintem novembernél előbb nem fogok elkezdeni készülni az ünnepekre. Maximum egy-két ajándékot rendelek meg majd előre, hogyha lesz valamilyen jó kis akció. De én azért nem szeretek ennyire korán elkezdeni készülődni, mert akkor gyakorlatilag mire eljön az ünnep, addigra elmegy az ünnepi hangulatom. Tudom, hogy vannak, akik már most karácsonyi dalokat hallgatnak, de ez abszolút nem én vagyok. A következő kérdés az az, hogy szia, nekem is PCOS-em van, nekem egyébként nincsen PCOS-em, nekem inzulinrezisztenciám és falzsmirigy alulműködésem van, zárója bezárva. Szóval nekem is PCOS-em van, küzdünk a szopival, beszéltél már a szoptatásról, te hogyan szoptattad a gyerekeket? Igen, beszéltem már róla, rengeteg babamama témájú videón van, ezeket belinkelem majd fentre, illetve a videó alatti leírásba is. Lilit sajnos nem tudtam szoptatni, ő koraszülött volt, és sajnos mire oda jutottunk volna, hogy egyáltalán megpróbálkozhassunk azzal, hogy szoptatni tudjam, addigra, hát valószínűleg neki már kialakult a cumizavara, hiszen egészen addig ugye üvegből kapta a kórházban is a tejet. Úgyhogy sajnos ő abszolút elzárkózott a szoptatás előtt, bár én nagyon-nagyon hosszú ideig mindig megpróbálkoztam vele, de volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ezt el kell engedni, mivel már annyira rástresszeltem erre az egész szoptatás témára, hogy csökkenni kezdett a tejem. És akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor inkább hagyjuk a szoptatást, de legalább legyen tejem. Úgyhogy én akkor elengedtem ezt az egész szoptatás témát, viszont fejtem Lilinek a tejet. Úgyhogy azt hiszem 7 hónapon keresztül fejtem Lilinek az anyatejet. Én azt gondolom, hogy mindent megtettem ezzel kapcsolatban, amit meg tudtam tenni. Viszont Vincét szerencsére tudtam szoptatni, őt 9 hónapos koráig szoptattam. Nagyon nehezen indult az elején, hosszú heteken keresztül fájdalmas volt a szoptatás, de aztán szerencsére mondjuk úgy, hogy hozzáedződtem én is, meg szerintem Vince is ez az egészhez, és utána már semmi gondom nem volt vele, és mondom 9 hónapos koráig tudtam szoptatni, aminek nagyon-nagyon örülök. A következő kérdés, hogy hogyan tudsz ennyi mindent csinálni két gyerek mellett? Van valami trükköd? Hát trükköm nincsen, vagy ha van, akkor az, hogy elengedtem bizonyos dolgokat. Szóval, hogy most már én így nem görcsölök rá arra, hogyha mondjuk napközben kupi van, nem fogok egy nap 10-szer összepakolni, hogy tudom, hogy 5 perc múlva úgyis megint szétpakolnak a gyerekek, nem főzök minden egyes nap, ciki vagy nem ciki, van olyan, hogy 2 napra főzök, vagy van olyan, hogy hideget eszünk vacsira, vagy van olyan, hogy rendelünk, de azért nyilván törekszem arra, hogy főzzek rendszeresen. Aztán például nem vasalok. Tehát, hogy vasalni csak akkor vasalok, hogyha nagyon muszáj, hogyha férjem valamilyen inget szeretne felvenni, vagy tényleg valamilyen nagyon gyűrődős anyagú ruhát akarok felvenni, de amúgy én olyat, hogy így minden nap, vagy hetente x alkalommal vasalás olyan nálam nincs, tehát hogy én nem. Amúgy meg igyekszem jól beosztani az időmet, tehát amikor a gyerekek alszanak, vagy amikor van egy kis nyugi, akkor igyekszem minél több mindent megcsinálni, és hát keveset alszom, nem sokat pihenek. Folyamatosan pörgök, mindig csinálok valamit, úgyhogy így azért szerencsére elég sok minden jut idő. Melyik a kedvenc növényi tejed? Egyértelműen a mandula ital. Én sokáig kísérletezgettem, meg kóstolgattam ezeket a különböző növényi italokat, hogy mi az, ami nekem leginkább bejön. Hát a kókusz
italtól, vagy kókusztejtől, nem tudom, hogy nevezzük hivatalosan, attól konkrétan rosszul lettem. Tehát emlékszem, hogy a Starbucksban egyszer ilyen kókuszitallal kértem a kávémat, és borzasztóan szarul voltam utána. Úgyhogy ez nekem abszolút nem jött be. Vannak olyan ételek, amikhez jól passzol az íze, de mondjuk kávéba egyszerűen el nem tudom viselni a kókusztejnek az ízét. Az aprónak az édesítetlen vagy édesítés nélküli mandulaitalát szoktam venni, illetve most a DM-ben rátaláltam egy ilyen üveges mandulaitalra, amiben van édesítés, de nem cukor, hanem olyan édesítő, amit én is fogyaszthatok, és most imádom azt tenni a kávémba, valami Adez, vagy valami ilyesmi márkájú mandulaital, és egyszerűen isteni, úgyhogy nekem a mandulaital, ami a legjobban bejött. Hogyan képzeled el az életed 5 év múlva? Hú, ezt a kérdést mindig állásinterjúkon szokták feltenni. Hát 5 év múlva Lili már iskolás lesz. Úristen, de durva be belegondolni, csak most kezdte az óvit. Hát ugye most a legfontosabb az lenne, hogy megtaláljuk végre az otthonunkat, úgyhogy 5 év múlva remélhetőleg lesz egy szép otthonunk, és békességben és egészségben fogunk ott élni. Ja Istenem, annyira jó lenne, ha már ott tartanánk komolyan. Mi volt a legelső sminkterméken? Hát, hogy konkrétan mi volt a legelső smink, amit megvettem, ezt nem tudnám megmondani, viszont csináltam pár hónapja egy videót arról, hogy hogyan sminkeltem a gimiben, és ahhoz a videóhoz megvásároltam jó néhány olyan sminkterméket, amiket akkoriban használtam, tehát amik az első sminktermékeim voltak. Volt ott Miss Sporty púder, Miss Sporty szemceruza, Miss Sporty pirosítót is használtam, illetve azt hiszem Maybelline szempillaspirál volt az első szempillaspirálom, hogyha minden igaz. Már egyáltalán nem énekelsz? Az altató dalok nem érnek. Hát igen, ez az éneklés dolog, ez eléggé háttérbe szólt az elmúlt években, de egyébként valóban énekeltem korábban, volt néhány olyan zene, amit a férjem csinált, és abban én énekeltem. Illetve bármilyen hihetetlen, nekem van egyébként egy aranylemezem is, mert hogy az egyik dal, amit énekeltem, az rajta volt egy ilyen válogatáslemezen, ez a Jazzy Rádiónak volt egy ilyen válogatáslemeze, és az a CD az aranylemez lett. És így én is kaptam aranylemez, mivel hogy én azon a CD-n ugye énekeltem egy darab dalban. Úgyhogy igen, nekem van egy aranylemezem, képzeljétek el, de valóban sajnos mostanában így énekléssel nem nagyon foglalkoztam. Hát talán majd egyszer megint eljön az az idő. Milyen tetted túl magad az első nagy szerelmeddel való szakításon? Hát szerintem, amikor az embernek vége lesz az első nagy szerelemnek, az első úgymond komolyabb kapcsolatának, hát ez világvége, hát nekem is világvége volt. De szerintem ezeket így meg kell élni, az embernek ki kell szomorkodnia magát. Úgyhogy hát igen, hát ez egy komoly dolog, és hát nekem is az volt. Szerintem ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem, mert ezt annyiszor kérdezitek tőlem, ha Instagramon csinálok egy live-ot, ott is rengetegszer megkérdezitek, de gyakorlatilag mindig megkapom ezt a kérdést, hogy szeretnétek-e harmadik gyereket, és a válaszom egyértelműen az, hogy nem szeretnénk harmadik gyereket. Mi mindig is 2 gyereket szerettünk volna, nagyon örülünk neki, hogy van egy gyönyörű kislányunk és egy gyönyörű kisfiunk. Nekünk ez így abszolút kerek, de egyébként hozzáteszem, hogyha 2 lányunk lenne, vagy 2 kisfiunk lenne, akkor sem szeretnénk harmadik gyereket, tehát nálunk ez nem egy ilyen nem függő dolog, hogy hány gyereket akartunk, mi mindig is 2 szerettünk volna, és én azt gondolom, hogy senki semmilyen módon nem tud engem úgymond rábeszélni egy harmadik gyerekre, meg a férjemet sem. Tehát, hogy mi ezt így közösen tudtuk mindig is, hogy 2 akarunk, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy van 2 gyermekünk, de nem lesz több. Mit csinálsz, ha magányosnak érzed magad? Hát igazából előveszem a telefonomat, és a gyerekeinkről nézek fényképeket, mert attól egyszerűen mindig melegség járja át a szívemet és a lelkemet, és már is sokkal jobb. Össze, te is szereted a sötétebb rúzsokat, szájhangsúlyosabb sminkeket, kedvenc őszi ajakterméket. Megmondom őszintén, hogy mostanában már annyira nem kötöm évszakhoz ezeket a sötétebb, mélyebb színeket, de volt időszak, amikor én is jobban szerettem ősszel az ilyen bordósabb, májvásabb, lilásabb árnyalatokat. Most már nem feltétlenül kötöm így évszakokhoz ezeket a színeket. Amilyen kedvem van, olyan színt használok. Csodás életed van, de nem szokott néha rossz depis hangulatod lenni. Na most ez a csodás életed van, ez olyan
olyan furcsán hangzik így számomra, mert hogy nyilván ez amiatt lehet, hogy a közösségi oldalakon, Instagramon, meg itt a YouTube-on is nyilván inkább a pozitív dolgokat osztom meg veletek, de ez nem jelenti azt, hogy nekem nincsenek rossz napjaim. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nincsenek gondjaink és problémáink. Én is ugyanúgy ember vagyok, mint bárki más, tehát nekem is vannak rossz napjaim, nekem is van rossz kedvem. Csak egyszerűen az ilyen pillanatokat nem szeretem megosztani, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, mert szeretnék inkább pozitivitást sugározni felétek, de ettől függetlenül nekem is vannak depis napjaim, és legszívesebben ki sem mennék a lakásból, és pizsomában flangálnék egész nap, de nyilván itt vannak a gyerekeim, tehát nem ülhetek itt beburkolózva egész nap, mert ezt ők is megérzik, hogyha valami nem oké. De hogyha nagyon rossz kedvem van, akkor igazából tényleg próbálom úgy alakítani a napot, hogy ne nagyon kelljen olyasmit csinálni, amit nem szeretek, hanem akkor tényleg próbálok csak így a gyerekekkel foglalkozni, játszani, tehát hogy olyan dolgokat csinálni, amik feltöltenek, és amitől jobb hangulatom lesz, és azért általában ez be szokott jönni. Van olyan, hogy Lilitől és Vincétől nem tudsz edzeni? Megmondom őszintén, hogy egy kezemmel meg tudom számolni, hogy mondjuk így egy év alatt hány ilyen alkalom volt, hogy mondjuk a gyerekek miatt abba kellett volna hagynom a tornát. Igyekszem úgy megválasztani az itthoni tornák időpontját, hogy olyankor álljak neki, amikor tudom, hogy nyugi van. Úgyhogy az elmúlt időszakban szinte mindig úgy tornáztam, hogy a férjem itthon volt, hiszen akkor tud foglalkozni a gyerekekkel. Illetve most, hogy ugye Lili már ovis, és Vince azért még alszik napközben, így például a délutáni alvás idejére is tudom időzíteni a tornázást. Szóval szerencsére nem nagyon szoktak a gyerekek tornázás közben zavarni. Általában, amikor este tornázom, olyankor Vince már alszik, Lili még ébren szokott lenni, de olyankor a férjem mesél neki, meg így el vannak ketten, és addig én tudok nyugiban tornázni, szóval szerencsére tényleg nem nagyon szoktak zavarni. A következő kérdés, amit többen is kérdeztek, hogy mik a legfontosabb szempontok számotokra a lakáskeresésnél. Hát elsősorban Budapesten vagy Budapesthez közel szeretnénk lakást vagy házat venni, és ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy a férjem Budapesten dolgozik, valószínűleg én is Budapesten fogok dolgozni, vagy hát legalábbis Budapesthez fog kötni a munkám. Illetve, hogyha mondjuk nem Budapesten keresgélünk, akkor viszont olyan helyre szeretnénk menni, ami mondjuk a családunknak is relatíve könnyen és gyorsan megközelíthető tömegközlekedéssel is, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan és mennyi idő alatt érnek oda hozzánk, hogyha mondjuk szeretnének hozzánk jönni, vagy mondjuk szükségem van anyukám segítségére, úgyhogy igen, ez is egy fontos szempont. Ezen kívül egyébként olyan durván 60-70 négyzetméteres ingatlannak mi már örülnénk, szóval nem akarunk egy ilyen nagy kacsalábon forgó palotát. Tök jó lenne, hogyha lenne esetleg mondjuk udvara, vagy kert kapcsolatos lenne, illetve hát nem mindegy az sem, hogy milyen messze van mondjuk óvoda, orvosi rendelő, bevásárlási lehetőségek, hát amik egy család életéhez szükségesek. Azt valaki kérdezte, azt hiszem, hogy hány szobás lakást szeretnénk majd venni, igen. Alapvetően jó lenne, hogyha lenne egy nappali és három hálószoba, de az sem gond, hogyha mondjuk két nagyobb hálószoba van, és mondjuk az egyiket később ketté tudjuk osztani, hogy legyen. Tehát mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a két gyereknek, ha nem is most, de később külön szobája lehetne, mert ez biztos, hogy kardinális kérdés lenne, és én ezt tökre megértem. Vagy pedig egy olyan nagy nappali, ahol mondjuk le tudunk választani magunknak egy ilyen kis hálórészt valamilyen térelválasztós dologgal. Szóval igen, az fontos, hogy a későbbiekben a két gyereknek lehessen majd külön hálószobája. Mit szólnál, ha valamelyik gyereket bejelenteni, hogy nem szeretne többé húst enni? Hát igazából semmit, én nem állnék egy ilyen döntés útjába, viszont tehát fontosnak tartanám, hogy ez egy komoly döntés legyen a részéről, tehát ne azért döntsön úgy, hogy nem szeretne húst enni, mert mondjuk látta, hogy XY celeb nem eszik húst, és ő olyan akar lenni, mint XY celeb, és azért ő sem akar húst enni, hanem tényleg egy komoly döntés legyen a részéről, egy komoly elhatározást, hogy ő nem akar húst enni, és miért nem akar húst enni, és mi ezzel a célja. Mi a véleményed arról, hogy egy ismert ember telefonozik vezetés közben?
Hát nem csak ismert ember, hanem bárki, aki telefonozik vezetés közben, az szerintem borzasztó felelőtlen, és nem csak önmagát veszélyezteti ezzel, hanem másokat is, úgyhogy szerintem nagyon gáz. És léci, ne telefonozzatok vezetés közben. Hogyan kezdtél bele a blogolásba, honnan jött az ötlet, nem érezted úgy, hogy ciki, amiről írtál például a legelső blogban? Igazából én most már több mint 6,5 éve írom a blogot, illetve csinálom a videókat itt YouTube-on. És én annó azért kezdtem ezt el, mert igazából én mindig is videózni szerettem volna, csak ahhoz először nem volt bátorságom, hogy egyből a videózásba vágjak bele, úgyhogy arra gondoltam, hogy először úgymond bemelegítek a blogolással, és akkor majd utána fogok videókat is csinálni. Hát akkoriban nagyon sok ilyen szépségápolással kapcsolatos YouTube videót néztem, akkor találtam rá a Pixi Wu-ék YouTube csatornájára, és hát teljesen beleszerettem ebbe. És hát mivel akkoriban kezdtem el így jobban érdeklődni a szépségápolási termékek iránt, és mindig is szerettem írni, meg beszélni, így arra gondoltam, hogy ezeket tök jól lehetne ötvözni egy blogban, illetve YouTube videókban. Úgyhogy hát én ezért kezdtem el blogolni, illetve YouTube videókat csinálni, és abszolút nem tartom cikinek azt, hogy milyenek voltak az első blogbejegyzéseim, meg az első videóim. Én nagyon örülök, hogy lehet látni egy fejlődést, hogy eljutottam valahonnan valahová. Úgyhogy én nem töröltem le semmilyen régi blogbejegyzést vagy videót, nem szégyellem, hát valahol nekem is el kellett kezdeni. Miért nem mertem oda menni hozzád, amikor láttalak? Hát ezt nem tudom, gyertek nyugodtan oda, hogyha láttok valahol, tényleg mindig nagyon örülök mindenkinek, általában borzasztóan zavarba jövök ilyenkor, de annyira örülök, hogyha valaki oda jön és tényleg beszélünk egy pár szót, mert olyan jó megismerni titeket és olyan jó meglátni, hogy kik vannak a kommentek, meg a kis Instagramos kis profilképek mögött, szóval nyugodtan gyertek oda, hogyha látok valahol, mert tényleg nagyon örülök nektek. Kedvenc sampon, be szoktad fonni a hajat? Sosem láttam még úgy. Nem szoktam befonni a hajamat, mert borzasztóan bénán fonok, meg igazából talán kétféle fonást tudok összvisz, és nem tudom szépen befonni magamnak a hajamat. Kedvenc sampon az meg nem nagyon van, mert pont az előző videómban mondtam, hogy én szeretem így rendszeresen cserélgetni a samponjaimat, mert nem tudom, valahogy úgy vettem észre, hogy így szereti a hajam, hogyha időről időre sampont váltok. Úgyhogy nagyon sok jó terméket használtam már. Az elmúlt időszakban ugye a Schwarzkopf Professionalnek a BC Bonacure Hyaluronic Moisture termékcsaládját használtam, amit nagyon szerettem, de nagyon szerettem a Dove-nak a Regenerate Nourishment termékcsaládját is. Aztán most ez a Nature Box ilyen barackolajos sampon meg balzsam, amit használok, ez is nagyon jó, szóval rengeteg jó samponnal találkoztam már az évek során, de nem tudnék így egy olyat kiemelni, ami mindenek felett áll. Én úgy kérdeznék valamit, de már annyira régóta követlek, hogy mindent tudok, Forrer Sandrából ötösre vizsgeznék. Puszi Csilla! Hol és mit dolgoztál a gyerekek és a blogolás előtt? Én a Budapesti Metropolitan Egyetemen dolgoztam, akkor még Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolának hívták, és ott a felvételi információs iroda vezetője voltam, igazából a felvételizőknek mindenféle dolgaival foglalkoztam, nyílt napokra jártam előadást, illetve tájékoztatót tartani. Akkor a honlapon, meg a tájékoztató kiadványokban frissítettem a nekik szóló infókat, illetve mindenféle csatornán segítettem őket, hogy aki ugye hozzánk szeretett volna jelentkezni, és volt bármiféle kérdése, akkor nekik telefonon, e-mailen és személyesen is segítettünk, hírleveleket írtam nekik, szóval így nagyjából ez volt, és egyébként nagyon-nagyon szerettem ezt csinálni. Hol van az a játszótér, ahonnan szoktál sztorizni, nagyon jónak tűnik? Az a 12. kerületben a Csörsz utcában van, Csörsz parknak hívják azt hiszem, mert ott van egy ilyen szép zöld park is, és nemrég lett felújítva az a játszótér, és szerintem nagyon szuper kis játszótér, mi nagyon-nagyon szeretjük. Szerinted mi a fizikailag vagy lelkileg legnehezebb dolog az anyaságban? Hát szerintem mindenkinek más, mert például van, aki nagyon nehezen viseli azt, hogy mondjuk keveset alszik, vagy sokat kell éjszakáznia. Nekem például ez annyira nem volt nehéz, tehát én jól bírom azt, hogyha keveset alszom. Nekem inkább lelkileg volt nehéz azt így megélnem és feldolgoznom azt a felelősséget, amivel egy gyerek jár. Tehát onnantól kezdve, hogy neked születik egy gyereked, akkor onnantól kezdve minden tekintetben felelős vagy iránta, és szerintem azért ez egy nagy teher, tehát hogy
bármi, amit csinálsz, ahogyan viselkedsz vele, amiket tanítasz neki, amiket engedsz neki, amiket nem engedsz neki, tehát borzasztó nagy felelősség van rajtad, hogy milyen ember válik belőle, és azért nekem ez egy ilyen nagy teher, és ennek a nagy része még csak most jön majd. Szóval most még csak dackorszak van, meg ilyenek, de majd lesz még tinikor is, meg szóval értitek szerintem, hogy mire gondolok. A másik nehézség pedig az szerintem, hogy megtalálni azt az egyensúlyt, amiben a szülő is és a gyerek is jól érzi magát. Mert hogy nagyon sokatnál azt látom, hogy így mindent a gyerekre hagynak, minden úgy van, ahogy a gyerek akarja, mindenben szabadságot adnak neki, mindent lehet neki, és tényleg minden a gyerek körül forog. Én azt gondolom, hogy azért bizonyos határokat szabni kell, és bizonyos szabályokat fel kell úgymond állítani. Például arra gondolok, hogy szerintem tök jó, hogyha van egy napi rend, amit mondjuk tudunk követni. Most itt nyilván nem egy 3 hetes csecsemőre gondolok, de a gyereknek is jó az, hogyha tudja, hogy mikor mi következik neki, mi az, amit szabad neki, mi az, amit nem lehet neki. Szóval, hogy én azt nem tartom helyesnek, mikor valaki mindent ráhagy a gyerekre, és tényleg minden a gyerek körül forog, és semmilyen korlát, meg semmilyen szabály nincsen, meg nulla napirend, csak úgy történik a nap. Én ezt nem tartom egy jó dolognak, mert szerintem a gyereknek is, meg a szülőnek is jó az, hogyha vannak bizonyos korlátok, és vannak bizonyos szabályok, ami tényleg így közösen a gyerek igényeihez alkalmazkodva kell kialakítani, tehát ez alap, én most nem azt mondom, hogy spárta legyen, és amit a szülő akar, így vaskalaposan, tök mindegy, hogy a gyereknek mi az igénye, nem erre gondolok, de azt gondolom, hogy kellenek bizonyos keretek és szabályok. Meddig szeretnél fogyni, formásodni, izmosodni, mi a cél? Kinézetre mész, vagy kilóra? Hát elsősorban kinézetre, tehát azt szeretném, hogy amikor belenézek a tükörbe, akkor meglegyek elégedve azzal, amit látok, de hát nem lenne rossz elérni azért egy bizonyos súlyt sem. Annyira aranyosak vagytok amúgy, mert rengetegszer írjátok, hogy jaj, nem is kéne diétáznom, mert tök jól nézek ki, de hát azért valljuk be, hogy azért ruhával, meg öltözködéssel lehet csalni egy kicsit, ki lehet ugye emelni az előnyösebb részeket, elkendőzni az előnytelenebb részeket, de amikor leveszem a ruhát, akkor azért látom, hogy puha, meg lötyög, szóval értitek, hogy mire gondolok, és én azt szeretném, hogy ruha nélkül is, hogyha ránézek a testemre, akkor elégedett legyek vele. Másrészt pedig, én ezt már rengetegszer elmondtam, hogy én nem csak azért mozgok, és nem csak azért figyelek oda az egészséges étkezésre, mert fogyni szeretnék, hanem mert én így is szeretnék törődni az egészségemmel, illetve szeretnék egy jó példát mutatni a gyerekeimnek azzal, hogy odafigyelek arra, hogy miket eszem, illetve arra, hogy rendszeresen mozogjak. Szóval ez nem csak egy ilyen öncélú dolog, hanem szeretnék jó példát mutatni nekik, meg hát szeretnék minél tovább egészségesen élni. Tervezed, hogy Vincét bölcsibe adod és visszamész dolgozni? Hát igen, előbb-utóbb nyilván kénytelen leszek, hiszen kell valamit dolgoznom, tehát azt nem tehetjük meg, hogy én most akkor innentől kezdve itthon vagyok, és nem csinálok semmit, meg hát szeretnék is dolgozni, tehát mindenféleképpen visszavágyom úgymond a munka világába. De azt, hogy mit és hogyan és mikor, azt még megmondom őszintén, hogy nem tudom. Én most azt mondom, hogy szerintem Vincét 2 éves kora előtt nem fogom bölcsibe adni. Valahogy ő teljesen más típus, meg teljesen más karakter, mint Lili, és őt így nem tudnám elképzelni, hogy 2 éves kora előtt bölcsibe adjam. De utána szerintem biztos, hogy el fogok ezen gondolkodni. De hogy mit fogok dolgozni, meg hol fogok dolgozni, azt nem tudom. Nagyon szeretnék valamilyen olyan munkát, ami mellett tudom tovább csinálni a videózást és a vlogolást, mert ezt nagyon-nagyon szeretem, és én úgy gondolom, hogy ezt még szeretném csinálni egy ideig. Viszont sajnos ezekből most még nincs annyi bevételem, hogy kizárólag ezekkel foglalkozzak. Úgyhogy hát nagyon szeretnék tényleg valami olyasmit csinálni, ami egy kicsit rugalmasabb, akár itthonról végezhető, vagy esetleg részmunkaidőben végezhető, hogy tudjam mellette folytatni a blogolást és a videózást is. Mi volt Lili első szava? Szerinted mi lesz Vincéjé? Lili első szava az alma volt, és Vincéjé pedig szerintem a kifli lesz. Mert hogy akárhányszor kiflit adunk neki, mindig mondja, hogy Ligli, vagy valami ilyesmit mond, Ligli. Úgyhogy szerintem neki a kifli lesz az első szava.
Tehát ilyenek a gyerekeim, nem apa, vagy anya, vagy ilyesmi, hanem kaják. Miért hívod a férjedet mindig úgy, hogy a férjem? Miért nem a nevét mondod? Nem zavar, nem azért. Azért nem a nevét mondom, egyébként Istvánnak hívják, mert soha nem hívom őt Istvánnak, hanem van egy beceneve, egyébként Mali a beceneve, vagy Malcsi, ami a malacból jött. Mert hogy kapcsolatunk elején malacnak, meg malackának hívtuk egymást, és ebből alakult ki a Mali, illetve a Malcsi. Viszont hogyha ezt mondanám másnak, hogy és akkor jött a Mali, és én azt hiszem, nézzétek meg, hogy mi van, ki, Mali, vagy Mari, vagy micsoda? Szóval szerintem senki nem tudná, hogy kiről beszélek, vagy miről beszélek. Viszont Istvánt meg azért nem nagyon mondok, mert én nem hívom őt szinte soha. Sőt, soha nem hívom őt Istvánnak. Úgyhogy ezért szoktam az egyszerűség kedvéért azt mondani, hogy a férjem. Nálad láthattam olyan posztot, amiben szerepelt ruhagyűjtő konténerrel kapcsolatos info. Nem, azt nem nálam láttad, de én is láttam azt a posztot valakinél, de nem tudom, hogy kinél. Viszont azt tudom, hogy a Momkultnál ott van ruhagyűjtő konténer, úgyhogy lehet, hogy én is fogok oda elvinni egyik nap ruhát. Ott biztos, hogy van. Hogyan alakultak a real life barátságaid a gyerekek érkezésével? Hát, szarul. Ezen nem tudok mit szépíteni, az a helyzet. Most péntek... Mi a jó Isten van itt tényleg? Éppen néhány nappal ezelőtt találkoztam azokkal a barátnőimmel, akikkel korábban elég szoros és közeli barátságban voltunk. Viszont az eszmegelő találkozónk az körülbelül fél évvel ezelőtt volt, és a kettő közötti időszakban üzenetben sem nagyon értekeztünk. Tényleg mindenkinek megvannak a saját maga kis gondjai, nagyon nehéz találkozót összehoznunk, és én ezt borzasztóan sajnálom, mert nagyon-nagyon hiányoznak nekem. Tehát nem vagyunk egy életszakaszban, az egyik őjüknek van már két gyerkőce, ők kicsit nagyobbak, mint az én gyerekeim, másik kettőnek viszont még egyáltalán nincsenek gyerekei, szóval igen, nem alakulnak így jól, úgymond ezek a baráti kapcsolataim így a szülés óta, amit egyébként nagyon sajnálok, de nem tudok megfeszülni, és nem tudok mindig én próbálkozni, hogy találkozzunk már, meg hozzunk már össze valamit, mert nyilván nem olyan egyszerű ezt összehozni. Én azt vártam egyébként, vagy arra számítottam, hogy amit itt sokan mondanak, hogy majd a gyerekek úgymond hoznak magukkal idézőjelben új barátokat, akár játszótéren, akár hoviban. Na most eddig nekem játszótéren még nem sikerült senkivel úgymond közelebbi kapcsolatot kialakítanom, és ennek az a nagyon egyszerű oka van, hogy én mindig megyek a gyerekek után, tehát én nem tudok leállni, tracsolni, meg trécselni, meg beszélgetni, mert én folyamatosan a gyerekek nyomában vagyok, mert tényleg életveszélyes mutatványokra képesek, főleg a Lili, tehát hogy ő aztán különösen, de most, hogy már a Vince is megy, most már ő is. És én nem akarok az az anyuka lenni, aki leállt racsolni, aztán közben ott a gyereke nem tudom én mit csinál, azt se tudja, hogy mit csinál, mert oda se néz. Úgyhogy én nem nagyon tudtam még így játszótéri barátságokat sem kialakítani. Persze vannak így anyukák, akikkel így már többször is találkoztam a játszótéren, meg néha így váltunk egy-egy szót, de ilyen mélyebb beszélgetések nem alakultak még ki. Én ezt egyébként sajnálom, de majd hát, ha majd most Lili ovis lett, nem tudom, vagy hát ha majd egyszer végre elköltözünk, és akkor ott, nem tudom. Jó lenne tényleg, mert hiányzik az, hogy legyen valaki, akivel így rendszeresen így megbeszélem a kis dolgaim. Mert nyilván itt van a férjem, és ő az első számú barátom, úgymond, de azért hiányzik egy olyan igazi barátnő. Mi akartál lenni, amikor kicsi voltál? Az az igazság, hogy amennyire én így vissza tudok emlékezni, nem volt egy olyan szakma, amit úgy szerettem volna, hogy az legyen kiskoromban. Tehát így jó voltak ilyen, hogy jaj, fodrász leszek, amikor két szóban összefogtam a Barbie-nak a haját, jaj, fodrász leszek. Ilyenek voltak, de hogy én így nem tudom, elhatároztam volna 6 éves koromban, hogy én orvos leszek, vagy űrhajós leszek, vagy nem tudom én mi leszek, ilyen nekem nem volt. Mikor lesz újabb sminkes, meg kedvences, vagy szelektálós videó? De az előző, amit felvettem, az egy ilyen szerzeményes videó volt, amiben mindenféle szépségápolási termékeket mutattam nektek, amiket az elmúlt időszakban vásároltam, úgyhogy ezt majd beteszem ide föntre, meg a videó alatti leírásba is. És hát remélem, hogy most majd visszatérnek azért ezek a típusú videók is.
Hogyha szeretnétek még ilyen smink szelektálós videót, akkor írjátok meg. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha esetleg valakinek elfelejtettem megválaszolni a kérdését, vagy esetleg eszetekbe jutottak újabb kérdések, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben itt a videó alatt, és válaszolni fogok rá. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!